Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Mai vasárnapi szentmisét Vecsei Józsefnél született Boros Mária nővérünk lelki üdvéért ajánlom föl. Manapság, ha azt halljuk valakiről, hogy hangokat hall, valószínűleg semmi jóra nem fogunk gondolni vele kapcsolatban, mert súlyos skizofrén betegnek véljük, vagy egy olyan pszichopatának, aki borzalmas dolgokra is képes, arra hivatkozván, hogy hát hangok irányították, ami vagy igaz, vagy nem. Ugyanakkor nap mint nap mindannyian hallunk belső hangokat, és nagy baj lenne, hogyha nem hallanánk ezt a belső hangot. Nyilván én most arra a mély belső hangra utalok, amit a lelkiismeretünk szavának, hangjának, vagy más szóval az Isten hangjának mondunk. Segítsen bennünket továbbra is, megkezdve ezt az új évet, hogy Istennel együtt haladjon az életünk napról napra előrébb. Egyúttal bűnbánatunkkal is álljunk meg a jó Isten előtt, még csak 2 hét telt el. Vajon zsákutcába került-e már az életem, belecsúszva valamibe, amiben nem kellett volna? Vagy csak a magam feje után mentem-e, vagy nyitott voltam, nyitott vagyok kellőképpen az Isten szavára. Bánjuk meg bűneinket tehát. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te kormányozod a mennyet és a földet. Hallgasd meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasom át a Sámuel első könyvéből. Sámuel gyermekkorától fogva élénkült mellett az Úrnak szolgált. Az Úr templomában aludt, ahol az Isten lábára volt. Az Úr megszólította: Sámuel, Sámuel! A gyermek ezt felelte: itt vagyok. Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: itt vagyok, hívd rám. Éli ezt válaszolta: én nem hívtalak, feküdj le és aludj. Erre elment és lefeküdt aludni. Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, oda ment Élihez, és azt mondta: itt vagyok, hívd rám. Ő azt felelte: nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj. Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, mert az Úr szava még nem nyilatkozott meg neki. Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt harmadszorra. Az fölkelt, oda ment Élihez, és így szólt: itt vagyok, hívtál. Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek: menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: szólj, Uram, hallja a te szolgád. Sámuel elment, és visszafeküdt a helyére. Akkor megjelent az Úr, megállt előtte, és szólította, mint az előző alkalommal: Sámuel, Sámuel! És Sámuel így válaszolt: szólj, Uram, hallja a te szolgád. Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsolja. Ez az Isten igéje. Thank you.
Testek testvéreim, a test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljetek a testiség bűnét. Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen véd. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szent Lélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt. Nézzétek az Isten báránya! Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondja, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte, mit kívántok? Azok ezt felelték, Rabbi, ami annyit jelent mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és így szólt. Megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentet, és elvitték Jézushoz. Elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Isten hozott mindenkit ezen a farsangi, meg télies vasárnapon. Gyerkőcöknek mondom, hogyha egy picit fáztok, akkor apuhoz, anyuhoz közelebb lehet bújni. Találjátok meg egymást. Mai vasárnap az első tanítványok meghívásáról szól. Keresztelő János segít tanítványainak,
És ebben ez az érdekes a saját tanítványainak, hogy Jézusban felismerjék az Isten bárányát, és aztán nála maradva egy napig gyökerében változzon meg ezen tanítványok élete. A tanítványok meghívását picit messzebbről maga az olvasmány készíti elő a kis Sámuel történetével. Itt is némi hátteret hadd mondjak. Sámuel apja Elkana. Két felesége volt, Peninna és Hanna. Az előbbinek született gyermeke. Hanna meddő volt. Bármennyire is szerette volna, nem született gyermeke. És ez a két feleség nem csak hogy rivalizált egymással, Hannának nem volt miért, nem tudott. De Peninna mindig éreztette vele azt, hogy lekezelte, semminek vette. Pusztán ezért, mert meddő volt. Még egy picit hadd fűzzek valamit ehhez a meddőséghez. Ahogyan Hannát, úgy minket is, Isten épp azon a ponton képes megszólítani, ahol meddők vagyunk. Lelki életben megtörténik az, hogy nem tudok valahogy imádkozni. Egy ilyen szakasza van az életemnek. Küszködök, keservesen, és nem megy. És valahol, hogy nem tudok imádkozni, szenvedek is miatta. Amikor szenvedek, ez már egy kegyelmi állapot. Még akkor is, hogyha nem megy úgy az ima. Meddőség valami ilyesmi, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretném. Nem történik semmi. Kudarc. Isten ezen a ponton is meg tud érinteni. Aztán Hanna elmegy a silói zsidó kegyhelyére. Imádkozik. Gyermekáldást kér. Új évet kezdtünk. Hadd biztassak mindenkit arra, ebben az új évben is, ezért, azért, egymásért, talán érdemes lesz majd kegyhelyekre is elszarándokolnunk. Vinni a másikat, vinni a többieket. És Isten megajándékozza végül Hannát egy kisfiúval, meg a férjet. És minden név valamit jelent, Sámuel. Magyarul ez azt jelenti,
Isten meghallgatott. Szóval mi más lenne, mint Isten meghallgatott? Aztán a megszületett kis Sámuelt a szülei fogadalmukhoz híven elviszik vissza a silói kegyhelyre, és Éli főpap kezeire bízzák az ő neveltetését. És ennek egy részét halljuk, egy éjszaka történését mai olvasmányban. És egy picit még Sámuel jövőjéről szólva, egy nagyon szép, de roppant kemény életet fog élni. Nem könnyű életet. És igen, igen sokat fog fáradozni majd azért, hogy a széthullott nép egységét szolgálja. Nem akárki ő az ószövetségi alakok közül. Aztán visszatérve a konkrét mai olvasmány szakaszára. Sámuel története első olvasásra olyan, mintha egy tanúságos mese volna. Mesékben a hősöknek is próbálkoznia kell, úgy legalább háromszor. A csoda, amiben többször is részesül egy éjszaka alatt ez a gyermek, valójában mindannyiunk szíve vágya megérezni Isten jelenlétét, kapcsolatba kerülni az Úrral. Egy közeli, élő, eleven kapcsolatba. Tudniillik ez a kisgyermek Isten szólításaiban. Ezt éli meg. Szívünk mélyén, zsigerileg, mert Isten teremtményei vagyunk. Erre vágyakozunk, hogy ez velünk is így legyen. Egyébként pedig éppen ezen az éjszakán vett véget Isten annak a nehéz korszaknak, amit így ír le megint csak ez a Sámuel története, hogy ritka volt az Úr szava, és nem fordult elő gyakran látomás az időben. Mondhatni, hogy Istennek egy nagy csendje volt, mintha nem is lenne. Nem voltak kiválasztott emberei, akikken keresztül üzent volna, vagy valami impulzust adott volna. Ez egy sajátos fájdalomra mutat rá. Az Istentől elhagyatott ember helyzetére, azokra a fájdalmas időszakokra, amelyekben úgy érezzük, hogy bezárult az ég, és Isten elrejtette az arcát előlünk. Mi csak 2 hetet írunk ebben az új évben. Túl vagyunk a karácsonyi időszakon. És lehet, hogy valakinek közöttünk is úgymond bezárult az ég. Nem hallom, nem érzékelem az Istent. Egy fájdalmas állapotban vagyok. És milyen érdekes, hogy itt is, mint karácsonykor is, egy gyermek ártatlanságában
készített helyet szavának az Úr. És rajta keresztül gondoskodik arról, hogy a világ világosabb legyen, a szava pedig jobban hallható. Szóval gyerekeken nagy hangsúly van. Néha Isten eszközei ők. Úgyhogy örülök is, hogy itt vagytok. És Isten is számít rátok, hogy vele növekedjetek, és együtt érjetek jó, normális emberekké. Isten háromszor, sőt négyszer szólítja meg néven a kis Sámuelt. Vagyis Isten nem adja föl. És hál' Istennek a gyermekben is megvan a szükséges kitartás. Az Ag Éli főpap nem lát már, így mondja a Szentírás, látása elhomályosult, vak lett, mint valaha Izsáké, amikor Jákobot áldotta meg, és mondhatni, hogy a körülmények azok tökéletlenek. Olyannyira tökéletlenek, hogy két fia van Élinek, de elkényeztetett, csapni való fiatal emberek ők. Nem csak ilyen gyerekkori vagy fiatalkori stikliket csinálnak, hanem komoly bűnöket követnek el. És ráadásul az apa tud erről, aki főpap, de mivel a fiairól van szó, szemet huny e fölött. Elnézi nekik. Szóval kényeztetett gyerekek, fiatalok. Messze nem tökéletesek a körülmények. Mégis ezek ellenére is a jó lehetségessé válik. Mai ember is ki van hegyezve annyiszor arra, hogy legyen minden tökéletes, és majd akkor. Bocsánat, az élet soha nem tökéletes. Soha. Soha. Ha valaki erre fog várni, meg fog vénülni, és akkor sem lesz az az élménye, hogy ma olyan hú, de tökéletes volt minden. Ne a tökéletességet kergessük. Isten a tökéletlenben van jelen. Őt nem gátolja meg ez. Sámuel gyermeki nyitottsága Éli főpap fiainak csalásaival áll szemben és ellentétben. És Istennek ez a gyermek is elég ahhoz, hogy újra, hosszú idő után megszólalhasson. Mit akartok? Ezek Jézus legelső szavai János evangéliumában. Mennyire érdekes, hogy itt is arról hallunk, hogy Jézusban az Isten megszólal, és megszólít embereket. Jézus zarándokként jelenik meg előttünk. Megy, találkozik Jánossal és az ő két tanítványával, János mond valamit, két tanítvány megköveti Jézust. Ha meg akarjuk ismerni őt, nekünk is követnünk kell. És János két tanítványa
képes erre. Biblia nyelvének követni, lakni, maradni, mert ez is előjön, hogy aznap nála maradtak. Különleges jelentőséggel bírnak. Azt jelenti követni, lakni, maradni. Együtt lenni vele. Egy mélységes megismerést, amelyben hasonlóvá válunk ahhoz, akit követünk. Sámuel és aztán a tanítványok esetében is egy új kapcsolatnak a megszületéséről van szó. Egy életfordulóról, ami teljesen megváltoztatja a továbbiakat. 2024 elején állva, mind a kis Sámuel, mind pedig János korábbi két tanítványa, segítsen minket is elindulni Jézus nyomában. Hiszek egy Istenben. Kérjük Urunkat, hogy mindig figyelmesen hallgassunk szavára. Te tudunk készségessé szívünket tanításod befogadására. Kérjük, segíts apostoli munkájában az egyháza, hogy hozzávezethessen a népeket. Kérjük, irányítsd a népek vezetőit, hogy hatalmukat az egész emberiség javára használják. Add, hogy szeressük a templomot, a te hajlékodat, ahol veled találkozhatunk. Adj együlést és gyógyulást szenvedő és beteg testvéreinknek. Istenünk, segíts minket kegyelmeddel, hogy testben, lélekben egyaránt neked szolgáljunk, és ezáltal eljussunk az üdvösségre, Krisztus, a mi Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk, Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ezekben a misztériumokban, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, szentséges Atyánk neked, szeretett fiad Jézus által. A te örök igédő, általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk, és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szent Lélektől testet, és született a Szent Szűztől, majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve neked, a keresztván kitárt karral elszenvedte a kín halált, hogy föloldja a halálnak átkát, és a föltámadásról bizonyságot adjon nekünk. Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe,
az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, közöttük Máriáról, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal, Szent II. János Pál pápával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd minden ható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el az országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, amit kegyelünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen el is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és megint minket is. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét,
őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, s meggyógyul az én lelkem.
Urunk Istenünk, árasz szívünkbe szeretetet szent lelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze, Krisztus, a mi Urunk által. Hétfőn, kedden, szerdán reggel 7-kor van mise, holnap Schmidt Mihály és Appelsoffer Anna testvéreinkért, kedden a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért, szerdán Kovács Józsefné született Klozsán Ilonáért. Pénteken este 5 órakor van szent mise, utána csendes adoráció 6-ig. Szombaton 16:30-tól gyóntatok, az előesti misét élő család tagokért ajánljuk föl, és jövő vasárnap elhunyt szülőkért imádkozunk. Hitness aktívkorú felnőtteknek holnap 15-én hétfőn lesz 17:30-tól a plébánián. Előre hirdettem, hogy a templomi karácsonyfát január 27-én szombaton bontjuk le. Újból kérem a közösség összefogását, nőket, fiatalokat, férfiakat, végül majd a templom takarításához is, reggel 8-tól. Ahogy ebben az egyházi évünkben rövid volt az advent, az a farsangi idő is meglehetősen rövid. Egy hónap múlva, talán épp 14-én, már hamvazó szerda is lesz, elkezdjük a nagy böjtöt. Szép farsangi időt is kívánok, használjuk ki. Mára pedig annyit, hogy tudjunk otthon lenni egymással is. Az otthon az nem a házunk, lakásunk, berendezés, hanem mi magunk, a családtagok vagyunk egymás számára. Szövődjön ez a kapcsolat közöttünk. Élő eleven módon újítsuk meg ezeket a bizalmi szálakat egymással. És Isten kapcsolatunk is kerüljön egy új fénybe, épp a mai olvasmányok által. Erre adom az áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.